Alexander Vucsitja a Pink Televízió vendégeként a koszovói katonaság december 14-ére bejelentett megalakulása kapcsán elmondta, a pristinai döntéshozók nincsenek tisztában a katasztrófa mértékével, amit előidézhetnek. Kitért arra is, hogy Szerbiában egyesek elvárásai nincsenek összhangban a terepen tapasztalható helyzettel. Könnyű a médián keresztül acsarkodni azoknak, akik másként szeretnék rendezni a jelenlegi helyzetet, de hányan küldenék gyermekeiket harcolni olyan falvakba, ahol az iszlám állam és az alkaida tagjai élnek nagy számban, magyarázta a szerb államfő. Vucic hozzátette, reménykedik abban, hogy sikerül megőrizni a békét, az ország legalábbis mindent megtesz ennek érdekében. Anna Bernabic szerint is a béke megőrzése a legfontosabb feladat. Ugyanakkor elégedetlenségének adott hangot, hogy a külföldi média szerint Szerbia ismét fenyegetően lép fel, holott a szerb kormányfő szerint az ország egyedüli érdeke a béke, a stabilitás és a kompromisszum, ami a tartomány státuszának rendezéséhez szükséges. De ne postoj ništa na stolu. samo mi kažemo moramo da dođemo do kompromisa. A za kompromis moramo da imamo sagovornika sa druge strane koji je spreman da napusti tu svoju poziciju. Srbija će priznati nezavisnu Kosovo ima takse dok vi ne Pa to se neće desiti. To nije kompromis, ljudi. A szerb kormányfő szerint nem folytatódhat a Belgrád-Pristina párbeszéd és a viszonyok normalizálása, amíg mindkét fél nem hajlandó valamelyest engedni gyökeresen ellentétes álláspontjából. Jens Stoltenberg NATO főtitkár szerint a szervezet támogatja a KFOR biztonsági erők jelenlegi tevékenységét. Such a move is ill timed. It goes against the advice of many NATO allies and may have serious repercussions for Kosovo's future Euro-Atlantic integration. At the same time, the new tariffs introduced by Prishna create new divisions. Such steps are making the EU mediated dialogue between Belgrade and Pristina even more difficult. Kosovo északi részén a lakosság 5-6%-a valja magát szerbnek, míg az Ibár folyótól délre ez a szám csupán 2%-ot tesz ki.